most megnézzük, hogy hogy tudunk belőle macit, illetve oroszlánt önteni. A macinál és az oroszlánnál végül is egy sima standard szívben szívet fogunk önteni. Viszont fontos, hogy a legelső tejhab, amikor kijön, ott egy kicsit tartanunk kell a kiöntőt, közel a kávéhoz, hogy még nagyobb legyen a legelső buborék. A második buborékot is beletoljuk az előzőbe, úgy, mint egy standard szívben szívnél, viszont nem húzzuk át a kettőt, hanem kicsit elidőzünk. Fülénél használhatunk nyugodtan egy kis kanalat, amivel rálapátoljuk két oldalra a fülét. És az oroszlánnak a szemét, illetve az orrát, azt elkészíthetjük otthon is akár egy fogvályóval, vagy egy láttárt tollal, vagy pedig egy tű segítségével is.